Ha ezekben a napokban látogat el Kínába, akkor nagyon szerencsés, mert mindenütt a legfontosabb kínai ünnepet, a tavasz ünnepet ünneplik. Viszont néhány nappal korábbra esik egy másik fontos nap, a kis új év. A kínai holdnaptár szerint a 12. hónap utolsó napjaitól kezdve egyre fokozódik az újévi hangulat. A kis új év dátuma Kínában területenként változó, de a legtöbben az utolsó hold hónap 23. napján ünneplik. Ezen a napon az emberek a tűzhelyi istenhez imádkoznak. A kínaiak nagyon fontosnak tartják az étkezést. Ezért a kínaiak ételeiért felelős tűzhelyi istent a tűzhely halhatatlanjának tekintik. 23-án ez a tűzhelyi isten felszáll az égbe, és jelenti a földön történteket az égi császárnak. Ezért az emberek különféle finom ételeket készítenek neki, és a családjuk szerencséjét kívánják tőle. Az áldozati ételek közül nem maradhat el egy desszert sem, amelynek a története is nagyon érdekes. A desszert neve tangua, magyarul cukros dinnye, cukorból készül, dinnye alakú és nagyon ragadós. A desszertnek az a célja, hogy összeragassza a tűzhelyi isten száját, és az ne tudjon beszélni az emberek életéről. Ezzel kívánják a kínaiak garantálni maguknak a biztonságot, a szerencsét és a bő aratást a jövő évre. 24-től kezdődik a nagy takarítás, amelyben minden családtag részt vesz, még a legkisebb gyerekek is. Ez szimbolikus jelentésű is, így távolítják el a régi dolgokat és üdvözlik az újakat, megmutatva újévi kívánságaikat. 27-e a fürdés napja. A néphit szerint, ha valaki ezen a napon megfürdik, akkor eltávolíthatja az elmúlt év bal szerencséjét, betegségét, és jövőre egészséges lesz. A 28-a és 29-e a tésztakedvelők kedvenc napjai, különösen az északon élő kínaiaknál. Ezeken a napokon az asszonyok nagy munkában vannak. Rengeteg mantót, azaz kínai párolt zsemlét készítenek a tavasz ünnepre. A hagyományok szerint ugyanis az új év első 5 napján semmilyen munkát sem szabad végezni. Természetesen az új év előtt még más elvégzendő feladatok is vannak. Például elég sokan vásárolnak szupermarketben vagy az interneten, és finom húsokat is előre megsütnek. Amikor minden elkészült, hamarosan be is köszönt a tavasz ünnep.